Major András alpolgármester sajtótájékoztatója a hóérsékosságmentesítésről. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai sajtótájékoztatónkon, melynek témája ezúttal a téli útüzemeltetési feladatok. Úgy is fogalmazhatnék, hogy hagyományos sajtótájékoztatónkon, hiszen évről évre így november legvégén, december elején e témában tartunk egy rövid ismertetőt, és hát nagyon aktuális a téma, hiszen az elmúlt héten már tartósan fagyott, havazás is volt, és két alkalommal is a sikosságmentesítési feladatokat meg kellett rendelni Csornaváros területén. Mit is értünk téli útüzemeltetés alatt, és mi is a legfontosabb cél ezen területen? A téli útüzemeltetési tevékenységek ellátása során a legfontosabb a téli időjárásnak a forgalombiztonságot veszélyeztető hatásainak a mérséklése. Ez leginkább ugye, ha van hó, akkor a hóeltakarítást, illetve a sikosságmentesítést jelenti a helyi közutakon, illetve járdákon, lépcsőkön, kerékpárutakon. És a számok nyelvén, ez, ha Csorna területét nézzük, akkor és belevesszük az utakat, a járdákat, parkolókat, kerékpárutakat, akkor több mint 242.000 négyzetméternyi területet érint. Ez a szám az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedett, köszönhetően annak, hogy nőtt a szilárd útburkolattal ellátott útjainknak a száma. Mit jelent pontosan a hó- és sikosságmentesítés? Ugye ez egy jellemzően olyan téli tevékenység, melynek során az úttest burkolatának, járdának, kerékpárutaknak, tömegközlekedési megállóhelyeknek, várakozóhelyeknek, vagy éppen a rakodási felületeknek a biztonságos használatának a biztosítását jelenti. Két tevékenységi körben áll, ahogy már a bevezetőmben is fogalmaztam, a hóeltakarításából, illetve a sikosságmentesítésből. Gyakori kérdés szokott lenni az, hogy kinek a feladata ezeket a feladatokat ellátni, ugye a hó- és sikosságmentesítést. Ha a jogszabály eltérően nem fogalmaz, akkor mindig az adott terület, az adott ingatlan tulajdonosának kell ellátni ezeket a feladatokat. Az is igaz ugyanakkor, hogy vannak olyan példák, amikor a jogszabály ettől eltér. Kitakarít az úttestem? Az úttesten, illetve az ahhoz tartozó várakozóhelyeken mindig az útkezelője takarít. Ez városunkban Csornán 90%-ban az önkormányzat feladata, de vannak olyan utak, például a városkeresztező 85-86-os számú főút, ahol a közút, a Magyar Közút Nonprofit ZRT végzi el ezeket a feladatokat, és vannak olyan magánutak is, elsősorban a bevásárlóközpontokhoz, illetve a vállalkozásokhoz vezető utak, ahol az adott út tulajdonosának kell ezeket a feladatokat ellátnia. A járdák esetében az intézmények járdáin, a kiemelt területeken, valamint a forgalmas járdaszakaszokon szintén a városgazda feladata a hóeltakarítása, illetve a sikosságmentesítés. Ugyanakkor mindenkinek a saját portája, ingatlanja előtt el kell végezni ezeket a feladatokat, olyan anyagot használva, melyek a környezetre nem jelentenek kárt. A tömblakások esetén, ez is egy gyakori kérdés, felszokott merülni, hogy ott kinek a feladata ez. Tévhit, hogy a közös képviselőnek ez kötelessége lenne, ha csak eltérően, vagy ha csak nem rendelkezik erre megbízási megállapodással, de ha nem, akkor vagy megbíz valakit ezzel a tömblakás, vagy pedig a lakók egymás között felosztják ezt a munkát. Ha két tömblakás van, és a közte lévő járdaszakasz a kérdés, akkor ott 50-50%-os arányban kell a sikosságmentesítésről, és szükség szerint a hóeltakarításról gondoskodni. Üzletek esetében a szolgáltató és termelői tevékenységet folytató egységeknél nyitvatartási időben mindig az üzletnek a használója, eltérő esetben pedig a tulajdonosnak a feladata a hóeltakarításról, illetve a sikosságmentesítésről gondoskodni. Az is fel szokott merülni, hogy rendben van, de hogy milyen szélességben kell ezt elvégezni. Járdákon, burkolattal látott területeken, lépcsőkön legalább egy méteres szélességben kell ezt a munkát elvégezni, és arra is figyelni kell egyébként, hogy az eltakarított havat, azt hova helyezzük el, mert ez sem mindegy. Fontos, hogy a közlekedést ne akadályozzuk, fontos, hogy a folyókákat, víznyelőket, vízelvezető árkokat szabadon hagyjuk, illetve az úgynevezett közszolgálati felszerelési tárgyak, illetve közérdekű létesítmények megközelíthetőek legyenek. Gondolok itt példákat mondok a tűzcsapokra, vagy éppen a szeméttárolókra.
Tehát a gyalogos és a közúti forgalom zavartalanságát azt biztosítani kell. Még egy-két példát kiemelek, nem lehet havat felhalmozni például útkereszteződésekben, nem lehet útburkolati jelen, kijelölt gyalogátkelő helyen, akkor kapubejáróban, annak teljes szélességébe, vagy éppen tömegközlekedési megálló helyeken, várakozó helyeken sem. Sokszor mit a téma, hogy ha valaki nem csinálja meg ezt a munkát, akkor milyen büntetés jöhet szóba. Én azt gondolom, hogy nem ez kell, hogy az elsődleges kérdés legyen, hanem az, hogy azért csináljuk meg ezeket a feladatokat, munkákat, hogy egymásra vigyázzunk, egymásra figyeljük, a balesetveszélyes helyzeteknek a kialakulását azt lehetőleg minimalizáljuk. Ez kell, hogy a szemünk előtt lebegjen, nem pedig az, hogy milyen büntetés rohatók ide. Az is igaz, hogy aki ezeket nem csinálja meg, akár 150.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal is sújtható. Az is fontos, és arra is beszélünk el, mert gyakori kérdés, hogy van-e prioritás a síktanítási munkák, vagy éppen a hóeltakarítás területén. Természetesen van, mint általában mindenben. Első körben mindig a fő- és tömegközlekedési útvonalak kerülnek eltakarításra, azt követik az egészségügyi és közintézményekhez vezető utak, és az pedig a lakossági ellátást szolgáló utak, például az áruházhoz vezető utak, vagy áruházakhoz vezető utak, majd ezt követik a mellékutak, parkolók és a többi. A járdák, kerékpárutaknál azoknak a forgalmi szintje szabja meg, határozza meg a prioritást. Fontos kiemelnem, hogy ahogy elkezdtem az egész sajtótájékoztatót, hogy az elsődleges cél az a téli időjárás, forgalom, biztonságot veszélyeztető hatásainak a csökkentése. Nem tudunk olyan környezetet teremteni, mint nyáron, tavasszal vagy ősszel, ezért figyelemmel kell lenni arra, hogy tényleg az utak, mert a gépjárművek is a téli időjárásnak megfelelően legyenek felszerelve, téli gumi legyen a gépjárműveken, a sebesség meghatározása is ilyen fontos, tehát vegyük azt figyelembe, hogy tél van, illetve amikor elindulnak a hótolók például, vagy a sikosságmentesítő gépek, én arra kérnék szépen mindenkit, hogy úgy álljanak meg az adott utcában, utakon, hogy lehetőleg minél jobban húzódjanak le az útról, hogy a hótoló lapát elférjen ott. Úgyhogy én nagy összességében ennyit szerettem volna elmondani a téli útüzemeltetési feladatok kapcsán.